Jó magyar idő szerint ma hajnalban lezajlott az első elnöki vita az Egyesült Államokban c 3 és Darth Vader között. A két harcosunk megmérettetett Mória CNN alakú hegyén, és hát nagyon-nagyon kétes eredménye lett az egésznek. Én nagyon vártam a vitát, megmondom őszintén, nagyon kíváncsi voltam, hogy mi fog ebből kikerekedni, én őszinte naivitással azt vártam, hogy ilyen szakpolitikai dolgokról lesz szó, de hát nyilvánvaló volt, hogy egy shit show és egy katasztrofális vagdalkozás lesz belőle, és ez sikerült is. No de, mik voltak az elvárások, illetve mik lehettek a nyerő taktikák a két fél részéről? Nagyon egyszerű a képlet. Szerintem az volt az elképzelés a két Vita partner részéről, hogy az egyiknek sokkal többet kellett mutatnia magából, mint amennyit eddig láthattunk, a másiknak pedig sokkal kevesebbet. Az egyiknek rá kellett kapcsolnia, a másiknak vissza kellett vennie az arcából, és azt gondolom, hogy ez volt a nyerő taktika az egyik, illetve a másik oldalon. Nyilvánvalóan Szisz Ripjónak. Életjeleket kellett mutatnia magáról, azt kellett mutatnia, hogy egy elkövetkezendő újabb négy éves elnöki ciklusba nem fog belehalni. Ez ennyi volt a taktika Joe Biden részéről. Az, hogy összefüggő mondatokban hangosan tudjon beszélni, ne zavarodjon bele a mondandójába, és hogy az emberek elhiggyék róla, hogy azon kívül, hogy szerződéseket ír alá úgy, hogy meg tudja fogni a tollat, ezen kívül még beszélni is képes, ne adj Isten, ne adj Isten járni is, picit dinamikusabban, mint pio Ez volt a taktika Joe Biden részéről, de mi volt a taktika, vagy mi lehetett a taktika Donald Trump részéről? Legalábbis, ha én tanácsadó lennék, én biztosan erre készítettem volna fel a két vitázó felet. Ha én készítettem volna fel DJ Trumpot erre az összecsapásra, annyit mondtam volna neki, figyelj, Donald, nagyon jó a dumád, iszonyat riz van benned, figyelj, egy valamire figyelj oda, ne legyél túl agresszív, légy türelmes, amikor Joe Bácsi beszél, hallgasd végig, ne próbáld megsemmisíteni az első két percbe, picit, egy nagyon picit teker vissza az arcodból, egyébként a kérdések, amik felmerülnek, azt mondasz, amit akarsz, az abortuszt azt lehetőleg kerüld el, arról nagyon beszéljél, az én megosztó téma. Az orosz-ukrán háborúban semmit nem mondjál igazából, amit valójában gondolsz. Január 6-ot be ne ismerd, ha lehet, azt is kerüld el. És ha kérdeznek, hogy elfogadod-e a mostani választási eredményt, bármi is legyen, kitérő választ adj Donált. Ennyit kérünk tőled, ha ez sikerül, akkor megnyerted a vitát. Akkor nincs vita. Akkor nincs vita, hogy ki nyerte a vitát. Na, és azt gondolom, hogy az egyik résztvevőnek maradéktalanul sikerül teljesítenie azokat a tanácsokat, amelyeket én adtam volna neki, de vajon c Pionak vagy Darth Vadernek? Ez a nagy kérdés. Illetve be kell, hogy valljam, hogy ez egy borzasztó vita volt. Szörnyű volt, semmilyen szempontból nem volt érdekes, se szakpolitikailag, se szórakoztató, ipari ügyileg, de mégiscsak azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos tanulsága van, amit Magyarországra is nagyon komolyan lehet érvényesíteni, méghozzá az, hogy be kell látni az embereknek, hogy a politikában nincs egy felsőbb hatalom, nincs egy fent ülő ember, aki egyszer csak a folyamatok katasztrofális alakulása után, vagy közben azt mondja, hogy na jó, itt ebből ennyi elég, ezt így nem csinálhatjuk tovább, itt nagyon komoly változások kellenek. Ilyen személy nincsen a politikában ilyen személy nem volt Orbán Viktor rezsimének a kialakítása körében, ilyen személy nincsen az amerikai politikában, se a republikánus oldalon, se a demokrata oldalon, de, de ha csak kicsiben nézzük az egész dolgot, akkor még Magyar Péter fölött sincsen ilyen ember, aki azt mondaná, hogy Péter, ez nagyon gáz, amit csináltál ebben a buliban, vagy akárhol, ezt nem csinálhatod tovább. Ez, ez ezért, ezért meg ezért nagyon gáz, ennek ilyen következményei lehetnek. Itt vissza kéne venni az arcból, és akkor kicsit moderáltabban csinálni azt, amit eddig csináltunk. Ilyen nagyon jól láthatóan nincs se a Republikánus pártban, se a Demokrata pártban. És ez az estének a nagy tanulsága, de hogy melyik oldal részéről nagyobb baj ez most a vita kapcsán, az a vitából kiderül. Ki nyerte a vitát, Siss vagy Darth Vader? Találtam a vitáról egy összevágást, amely meglehetősen húz az egyik fél felé, de még így is bemutatja az egész vitának a hangulatát és a dinamikáját majd a megfelelő ponton mindenki rá fog jönni, hogy ez melyik oldal felé is húz, ez az összevágás, ez a pár perces összevágás, amiből én most válogatok néhány bejátszót. Igazából az egész vitát nincs is értelme értelmezni, azért gondoltam, hogy találok egy ilyen best of Trump versus Biden-t, ezt akkor az ez alapján fogom elmondani, hogy szerintem ennek a vitának mi is a relevanciája az amerikai politikára és de legfőképpen Magyarországra, Mit is lehet ebből tanulni? I just won two club championships, not even senior, two regular club championships. To do that, you have to be quite smart and you have to be able to hit the ball a long way and I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. Ebben nagyon jó Donald Trump, hogy kérdeznek tőle valami komoly dolgot, és ő viccesen ugyan, de válaszol a kérdésre, és egy pillanat alatt eltereli a dolgot egyfajta más mederbe. Itt megkérdezik tőle, hogy mit mondan arra a kritikára, hogy ön is nagyon öreg, nem csak az öreg Joe bácsi, Mit tudna az ilyen kritikusainak mondani, és mondja, hogy hát, hát mondjuk a golf eredményeimet, hogy itt meg ott mit tudom én milyen izé, champion vagyok, és ilyen és olyan mérlegeim vannak golfba, és még Joe Biden is erről magát erre. Joe Biden maga is elröhögi magát, amikor ezt a fajta érvelést hallja, és azonnal a visszatámadásba is kezd DJ Trump, és elkezdi mondani, hogy Biden nyilvánvalóan az ütőt se tudja megfogni, és nem tud egy uh, isteneset verni a labdába. Valószínűleg ez így van, és valószínűleg Donald Trump uh, még mindig golf képes. Ezt meg kell hagyni neki. Look, I'd be happy to have a driving contest with him. I got my handicap, which when I was vice president, down to a six. Uh, Joe azonnal visszatámad, és mondja, hogy ő hatos handicappel is izé megvert, mit tudom én kit, vagy milyen golfklubban voltak ilyen eredményei, amelyre Trump nyilvánvalóan cinikus mosolygásba tör ki, és látjuk, hogy milyen a Trumpi Verbális támadás, és milyen Joe Bidennek a visszatámadása? Hát a második az meglehetősen szánalmasra sikeredett, és erre Donald Trump mindjárt reagál is. Trump. Let's not act like children. <laughs> ha valami azért Donald Trump, az valószínűleg a golfozás, és itt Hazugnak hívja Joe biden hogy ő még mindig képes lenne ilyen mutatványokra, minden bizonyal nem képes már ilyen mutatványokra, és azt javasolta Donald Trump, hogy ne viselkedjenek úgy, mint a gyerekek. Donald Trump elképesztő magabiztosságot sugalt az egész vita során, Joe Biden pedig ö, nem mutatott sokkal másabb képet magáról, mint eddig az, hogy egy másfél órás vitában állta a sarat, az önmagában a modern egészségügynek a csodája. Nyilvánvalóan Donald Trump is kapott egy elképesztő koktélt a vér áramába, de itt elsősorban Joe biden kapcsolatban merülnek fel, ezzel kapcsolatban nagyon súlyos kérdések. Na de nézzük tovább. Nagyon jó kérdés! Please. If it's a fair and legal and good election, absolutely. Poof, i You're a whiner. When you lost the first time, you, you continued, you appealed and appealed to courts all across the country. Not one single court in America said any of your claims had any merit, state or local. None. But you continue to provoke this lie about somehow there was all this mis. Representation, all this stealing. There is no evidence of that at all. And I tell you what, I doubt whether you'll accept it because you're such a whiner. The idea if you lose again, you accept anything, you can't stand the loss. Something snapped in you when you lost the last time. Ugye egy olyan embertől, aki a 2020-as saját maga által levezényelt és irányított választásnak az eredményét sem fogadja el, akkor nem várhatunk mást, mint hogyha ezúttal is vereséget szenved, ugyanúgy nem fogja elfogadni ennek a végeredményét. Szépen kibújt a válaszadás alól, szépen mosolygott, amikor Joe Biden rinyapinának nevezte őt, majd egy nagyon jó riposzttal beszólt Joe Bidennek, elterelte a témát, és akkor a saját maga karizmájával tovább lendítette az egész ügyet valami olyan téma felé, ami neki sokkal inkább kedvez, mint ez a kérdés. Those voters who believe that you violated your constitutional oath through your actions and inaction on January 6, 2021, and worry that you'll do it again. Well, I didn't say that to anybody. I said, peacefully and patriotically. He encouraged those folks to go up on Capitol Hill. The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now. <laughs> and the fact of the matter is, he isn't. He's, what he's telling you is simply not true. The fact is that there was no effort on his part Biden hazugnak nevezi Donald Trumpot, amely vádakat még a, a, a Donald Trump szavazók is elismernek. Azt mondják, hogy azt, amit Donald Trump mond, azt nem kell igazán komolyan venni. Tudjuk, tudjuk, hogy hazudik, mindenki tudja. Most a vita alatt is a gárdi volt egy ilyen gyors fact minden egyes állítását, amit mondott Donald Trump, azt azonnal megvizsgálták, hogy igaz-e vagy nem tartalmaz-e féligasságokat vagy félhazugságokat. És lámlám -lám, -lám csak meglepetés mindenkinek, egy csomó hazugság volt benne, csúsztatás, féligasság, stb., de ez a kutyát nem érdekli, senkit nem érdekel, ez egy választás során, hogy ki hazudik, meg ki nem. Most már ott tartunk, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a jó derék választóit az sem érdekli, hogy egy elítélt bűnözőt akarnak az elnöki székbe ültetni újra nem érdekli ez az amerikaiakat. A percepció érdekli az embereket, a népmese, ami van Donald Trump köré kerítve, illetve a narratív keretezés. Ugye azt mondják a Trump szavazók, hogy ez egy boszorkányper, ez hasonlatos a Szovjetuniónak a koholt vádaihoz, és az ott meghozott, előre kitervelt politikai szándékkal a, az ellenfelet ellehetetlenítő ítélettel. Ezt mondják a Trump szavazók, és amíg ez az ő megérzésük, és így látják a világot, addig észérvekkel, illetve jogerős bírói ítéletekkel nem lehet ez ellen harcolni, ez az igazság. Én nem vallom azt a nézetet, amit nagyon sokan vallanak, hogy ez két borzasztóan rossz jelölt, és hát én, én egy akkora erkölt császár vagyok, hogy én nem is tudok választani két ennyire rossz jelölt közül. Igen, ez két rossz jelölt, de minden józan, demokrácia szerető ember, ha végignézi, hogy ez a két ember tevőlegesen milyen eredményeket ért el a négy éves kormányzása alatt, az nagyon nyugodtan leteheti a voksát Joe Biden mellett. Ez ilyen egyszerű, de az emberek nem a politikai eredmények mentén választanak, hanem a narratívák mentén, illetve érzelmek mentén. Ha bárki, ha bárki tud nekem olyan eredményt mondani, nem is mondani, nekem nem mondjon senki eredményt, hanem mutasson meg, és támaszza alá valami hivatkozással, amiben Donald Trump jobb, akkor én azt szívesen veszem, nagyon kevés ilyen mutató van, nagyon sokat kell kutakodni ezek iránt, és azt gondolom, hogy a Donald Trumpi négy éves működés az sokkal kevésbé volt sikeres, mint Joe Bideni. És ez tényszerű dolog, ezen nehéz vitatkozni, az viszont egy nagyon komoly ellenér Joe Bidennel szemben, hogy milyen kognitív képességekkel rendelkezik ő. Persze ez Donald Trump esetében ugyanúgy felmerülhet, de amint a kép is mutatja, Donald Trump összeszedett, Donald Trump koncentrált, Donald Trump tud beszélni, Donald Trump karizmatikus, stb. stb. Joe Biden pedig motyog összefüggéstelenül, és igazából mindenki csak drukkol, hogy a mondat végének legyen valamiféle értelme. Legyen eleje a mondatnak, közepe és vége. És ha ezt sikerült Joe Bidennek abszolválnia, akkor a demokrata szavazók már örülnek. De ez, azt gondolom, Stop what was going on up in Capitol Hill, and all those people. Every one of those who are convicted deserves to be convicted. Can you clarify exactly what it means about you feeling you have every right to go after your political opponents? Well, I said my retribution is going to be success. We're going to make this country successful again because right now it's a failing nation. My retribution is going to be success. The idea that you have a right to seek retribution against any American just because you're president is wrong. Is simply wrong. No president has ever spoken like that before. No president in our history has spoken like that before. The crimes that you are still charged with, and think of all the civil penalties you have. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for, for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? I mean, what, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. me <laughs> sir. I didn't have sex with a porn star. What do you say to voters who feel they are worse off under your presidency than they were under President Trump? We got to take a look at what I was left when I became president and what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. unemployment rate rose to 15 It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again. And that's exactly what we began to do. Ebben igaza van Joe Bidennek, csak kutyát nem érdeklik a gazdasági mutatók igazából. Az inflációs ráta, az emberek tényleges megélhetése, az alsóbb körökben lévőknek kedvező politika, a diákoknak kedvező politika, stb. stb. Ez igazából nem érdekli az embereket. Azt mondják, hogy igen, és valójában az amerikaiakat a belpolitikai ügyek érdekelnek, de sokkal inkább a kultúrharcos, illetve a személyi csatározások. Én azt figyeltem meg. Alapvetően egy normális szavazáson az amerikai emberek igenis amentén döntenek, hogy az ő életük jobb vagy rosszabb irányba ment, szerintük az elmúlt négy évben. Itt azonban a Hideg polgárháborús hangulat következtében már teljesen külön narratívák futnak egymás mellett, amelyek igazából nem hogy egymással nem találkoznak, de sok esetben a valósággal sem. Everything was rocking good, but the thing we never got the credit for, and we should have, is getting us out of that COVID mess. Uh, he created mandates that was a disaster for our country. He has not done a good job. He's done a poor job, and inflation's killing our country. It is absolutely killing us. Az inflációt elképesztően jól, kezel, jól kezelte a Biden kormány. Ha jól emlékszem, nem ment 5% fölé, ott sikerült megállítani, és azóta már az alatt van. Hát Magyarországon mit szólnánk, ha csak 5% lenne az infláció? Hát ebbe, ebbe mámoros belegondolni is. Az amerikaiak meg teljesen fel voltak háborodva, amikor 5%-nál volt az infláció, és elképesztő intézkedéseket vitt véghez a Biden kormány, hogy ezt sikerüljön mérsékelni, és sikerült is. You... De ha az emberek azt gondolják, hogy ez nem így történt, ha az emberek azt inkább elhiszik, amit a tévében, illetve a híradásokban hallanak, mint ami mondjuk az ők, életükön tapasztalnak, vagy a szomszédjuk életén, vagy, vagy nem tudom így kicsit nagyobb távolatban az amerikaiak életét. Tehát akkor teljesen mindegy, hogy mi a valóság, az emberek, mindenki a saját, saját valóságukat fogják elhinni, elhinni az alternatív igazságokat, a mindenki saját igazságát és hasonlókat. Block abortion medication. First of all, the Supreme Court just approved the abortion pill. And I agree with their decision to have done that. And I will not block it. And right now, the states control it. That's the vote of the people. Like Ronald Reagan, I believe in the exceptions. It's been a terrible thing, what you've done. The idea that states are able to do this is a little like saying we're going to turn civil rights back to the states. No politician should be making that decision. A doctor should be making those decisions. That's how it should be run. That's what you're going to do. And if I'm elected, I'm going to restore Roe v. Wade. President Trump, will you take any action as president to slow the climate? Na, ez egy jó kérdés, de még ide egy másodperc. Tehát, nem tudom, leesette már bárkinek is, de ez a Boston Globe-nak az összeállítása volt, ott is van a logo a jobb felső sarokban, és ez Bidennek a legjobb pillanatait vágta össze, és Donald Trumpnak a lehető legrosszabb pillanatait azokat a pillanatokat, amikor a klíma kérdésben szegezik neki az éles kérdést, az abortusszal kapcsolatban, a január 6 kapcsolatban, az elkövetkezendő választásnak az elfogadásával kapcsolatban, stb. stb. És hát Donald Trump nagyon szépen kitáncol ezek mögül, visszatámad, ide támad, oda támad, mint egy jó boxoló igazából táncol, és szurkál össze-vissza fegyelmezetten, türelmesen végighallgatja az oponens, és utána rákontráz. Joe Bidenről össze lehetne vágni egy annyira, annyira kedvezőtlen videót, hogy, hogy azt kihangsúlyozni sem lehet. Volt a vita során, amikor, amikor belebonyolódott egy mondatba, és nem tudta már, hogy mi volt a mondat eleje, és lefagyott, és hümmögött, és utána mondott valamit, utána rájött, hogy az nem kapcsolódik a, ahhoz, amit mondhatott valószínűleg korábban, utána megint hümmögött, Donald Trump meg így türelmesen így várta, hogy na, ebből hogy jössz ki, Joe bácsi. és hát semmi, semmi jó nem történt belőle, nem jött ki belőle. Jól, hümmögött, még mondott egy-két szót, és akkor így lefagyott. Meg ilyeneket mondott, hogy we beat mediocre, hogy legyőzte az egészségügyet. Joe Biden legyőzte az egészségügyet. Hogy ez mit jelent? Hogy megszüntette az egészségügyet, vagy az egészségügynek a problémáit megszüntette? Ez nem derült ki. Valószínűleg ezt Joe Biden maga sem tudja. Azt viszont láthatjuk, hogy nincs képben. Joe Biden nincs képbe azzal kapcsolatban, sok esetben, hogy mi is történik körülötte, és akinek eddig kétségei voltak, hogy Joe Biden ki fogja-e tudni tölteni a négy éves következő mandátumát, az azt gondolom, hogy megkapta a választ. És a válasz erre az, hogy nem. És az a tanulság ebből a videóból, hogy nincs még egy olyan hihetetlen nagy dinoszaurusz pártban sem, mint a DNC, mint a demokratikus párt, egy olyan ember, aki azt tudta volna mondani, mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt, hogy figyeljetek, srácok, ez a következő négy év nem Joe Bidennel fog menni, Ahogyan ígértük, 2020-ban ez egy krízis kezelő, gyors megoldás, Joe Biden. Joe Biden egy régi bútor, Joe biden betoljuk valahova, és akkor az ott meg fog állni. De csak négy évre fog megállni, írásba ugyan nem adta ezt a DNC, de ezt kijelentették, hogy ez egy átmeneti intermedzó Joe Biden kormány lesz, és nem fog indulni második alkalommal, de valószínűleg Joe biden erről nem lehetett lebeszélni. Az öreg Joe Biden már 50 éve benne van ebbe a rendszerbe, és ő csak úgy azért, mert agyhalott, nem fog félreállni és nincsen egy olyan vezéregyéniség a háttérben, aki félre tudná őt állítani. Még egy lehetőség lesz, még lesz egy demokrata kongresszus, amiben hát talán egy ilyen bizalmi szavazás keretei között ott le lehet léptetni, de én kevés esélyt látok erre. Viszont a vita után amilyen pánik elindult a demokrata körökben, és nem csak demokrata szavazók körében, az eddig is volt, de a demokrata kampánystratégiák körében és a demokrata elit körében elképesztően nagy a pánik, én nem tudom, hogy ők most vették észre, hogy Joe Biden nincs jó állapotban eddig milyen mozit néztek? Vagy eddig azt hitték, hogy el lehet sunyogni? Minden bizonyal egyébként az egész dolog mögött az emberi gyarlóság és az önzés van, ugyanis ha belegondolunk, hogy hány ember lehet Joe Biden kampányába, meg a kormánya körül, meg mit tudom én, akiknek biztos megélhetést biztosít ez az egész négy éves ciklus és a Bideni elnökség megfelelő pozíciókat, megfelelő hatalmat, ugye a húsos fazék környékén, és én azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy a saját kis státuszkóját félt mindenki. Ugyanis, ha nem Joe Biden lenne a jelölt, hanem valaki más, akkor senkinek nem lenne biztonságban a pozíciója, ahogyan ez értelmezhető egyébként az egész magyar politikára főleg ha az ellenzéket megnézzük. Ugye az ellenzéknek az első és legfontosabb ismertető jegye az Magyarországon, hogy ők nem akarják leváltani a kormányt. Ők csupán a saját pozíciójukat akarták az egész 14 év során megőrizni, és bárki, aki veszélyeztette ezt a pozíciót, amely veszélyeztetés mindig az ellenzékből jött, nem kormány részről, a kormány elégedett volt ezzel az ellenzékkel, de amikor ellenzékből jött a státuszkó ellenzéknek a kihívója, akkor mindig volt egy feladat, ami mentén össze tudtak fogni, el tudták taposni ezt az erőt, kiutálni, akármi, és ők lehettek az örökös ellenzék, aztán most Magyar Péterrel nagyot fordult a kocka. És szerintem itt ugyanarról van szó, mint a 2008-as világválság során, a gazdasági világválság során, ott is az emberek azt hitték, hogy majd lesz valami kontroll, ami be van építve a rendszerbe, és ha nagyon nagy hülyeséget csinálunk mi hitelminősítő cégek, bankok, akármilyen cégek, pénzügyi szolgáltatást létrehozó vállalatok, akkor majd, majd ez a szabályozás beindul, és akkor rácsap a kezünkre. De ez nem történt meg, és mindenki számára nyilvánvalóvá vált a rendszernek a korruptsága, és az inherens hibái. És ugyanezt történik meg a magyar politikában, és ugyanezt látjuk most a demokratikus pártnál is, hogy nincsenek ilyen fékek és ellensúlyok, amelyek az irgalmatlan nagy baromságokat meg tudnák akadályozni, ahogyan nem voltak a Republikánus pártban sem, és az olyan irgalmatlan nagy baromságokat, mint Donald Trump, nem sikerült megakadályozniuk. És még egyszer mondom, attól, hogy mindegyiket egy irgalmatlan nagy hibának és elképesztően rossz politikusnak nevezek, én azt gondolom, hogy egy felelős embernek kell tudnia választani a kettő közül. A racionális statisztikákkal alátámasztott észérvekkel. És ez nagyon könnyű, ez a választás ezen két politikus esetében, ugyanis mind a ketten már kormányoztak négy évet, ráadásul egymás után. Össze lehet hasonlítani a két elnökséget, és teljesen egyértelműen kijön a végén, hogy Joe Biden elnöksége sokkal sikeresebb volt. Ez egy nagyon egyszerű képlet. Trump, will you take any <laughs> and I want absolutely clean air, and we had it. We had H2O. We had the best numbers ever. We had H2O. I need clean water. I need clean air. We had H2O. And we did. We were using all forms of energy, all forms. All forms of energy. Donald Trump megkérdezték, hogy mit fog tenni a klímakrízisnek a lassítása érdekében, és azt mondta, hogy neki szüksége van. Tiszta vízre, szüksége van tiszta levegőre, van h 2 és mindenféle energiát be kell vetni annak érdekében, hogy. Ez volt a válasz, bazd meg. Ez volt a válasz arra, hogy hogyan akarja lassítani a klímakrízist. Ez volt a válasz. És ez senkit nem zavar senkit nem zavar, hogy ilyen választ ad egy leendő Amerika Egyesült Államok elnöke erre a kardinális kérdésre. Ha van fontos kérdés a világon, már pedig van mondjuk 3-4-5 fontos kérdés, ez egészen biztosan az egyik közüle. De itt Donald Trump nagyon rafináltan a kuanon sámánokra és az összeesküvés elméletes őrültekre hagyatkozva nem akart ebbe belemenni, hogy mit is kezdene a klímakrizissel, ezért handabandázott és mellé beszélt egy sort. The, hell the idea that anything he said is true. I passed the most extensive most extensive climate change legislation in history. He had done a damn thing for the environment. Igen, igen, igen. Egyébként Joe Biden elnöksége alatt szükséges, de messze-messze nem elégséges intézkedéseket hozott az ügy érdekébe, de még egyszer mondom, ez a kutyát nem érdekel. A kutyát nem érdekel az, hogy egy félhalott, nekromanta, demenciás öregember egyébként milyen. Tök jó, szükséges, és egyébként a gazdaság szempontjából is kiváló intézkedéseket hozott, amikor van mellette egy karizmatikus rontópál, akivel sokkal inkább tud azonosulni a derék amerikai ember. Ja. was in a situation where we have great respect for veterans. My, spent, my son spent a year in Iraq. Living the next one of those burn pits. Came back with stage four glioblastoma. I was recently in, in, in uh, France for D Day, and I spoke to all about those heroes that died. I went to the World War II cemetery. where were one cemetery he refused to go to. He was standing Atyai. with his four-star general, and he told me, said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. He Donald Trump érvényesítette azt az örök érvényű szabályt, hogy a, az ellenfeledet ne zavard meg, amikor éppen hibát követel. Donald Trump így cselekedett az egész vita során, szépen csendbe volt, kivárta a sorát, vágta a pofákat, és cinikusan a mindent eláruló mimikája mögé rejtőzködve szépen kivárta a sorát. He made up the suckers and losers, so he should apologize to me right now. Four-star general standing to your side was on your staff who said you said it, period. That's number one. And number two, the idea the idea that I have to apologize to you for Na hát, nagyjából ennyi volt a kis összeállítás a Boston Globe részéről. Mondom még egyszer, ez egy elképesztően részrehajló, Joe Biden felé, ráadásul részrehajló összeállítás volt, és még ebből is rosszul jön ki, azt gondolom, Joe Biden. Ha pedig majd a Fox News-nak az összevágását nézzük, na hát abból látszik majd igazából, hogy micsoda katasztrófa volt ez a vita Biden oldaláról. Na és mi a tanulság? Hogyan lehet konkludálni? Én a vita előtt nagyon vártam ezt az egész megmérettetést, és kíváncsi voltam, hogy mi is lesz ezen, és akkor gondoltam, hogy majd egy ilyen hűha nagy elemzésbe belemegyek. Aztán, amikor láttam a vitát, teljesen elment a kedvem, aztán rájöttem, hogy mégiscsak nagyon fontos a politikai cselekvés szempontjából ez az esemény, és az, hogy párhuzamba vonjam magyar politikát és akár a 2008-as gazdasági világválságot is, nevesítsem azt a problémát, ami szerintem nagyon akut a mai politikai gondolkodásban, méghozzá az, hogy nincsen egy felsőbb irányító erő, nincsen senki a vezérlőpultban, aki azt mondja, hogy elég, ez csupán egyetlen egy módon történhet meg, ha mi felelős állampolgárok, Foglalkozunk a politikával, áthatóan beszélünk róla, értelmezzük a folyamatokat, és mi kényszerítjük rá a politikusokat, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, mint mondjuk az amerikai politika került, hogy két ilyen jelölt van, mint Donald Trump és Joe Biden. És a gazdaságról is beszéljünk, messze nagyon keveset beszélek sajnos a kapitalizmusról ezen a csatornán, de. Nekem ez egy szívügyem, és ezzel a jövőben szeretnék foglalkozni. És ha az emberek egyáltalán ismernék a gazdasági folyamatokat, ha ismernék a különböző gazdasági iskolákat, ha ismernék a különböző gazdasági aktorokat, akik a döntéseket hozzák, akkor talán mi is jobb gazdasági döntéseket tudnánk hozni, és rá tudnánk kényszeríteni a döntéshozókat is, hogy a mi érdekünkbe hozzanak gazdasági intézkedéseket, ne pedig a saját maguk érdekében azért, hogy a saját hierarchikus pozíciójukat fent tudják tartani. Itt is, ezekben az esetekben azt gondolom, a republikánus párt Donald Trump győzelme és a demokratikus párt, demokrata párt Joe Biden győzelme esetében is személyes, egzisztenciális, a státuszkó érdekét fenntartó döntések miatt érkeztünk el oda, hogy ez a két jelölt van. Viszont, hogyha felelősebben gondolkodó, tájékozottabb emberek hozták volna ezeket a döntéseket és véleményt formáltak volna, illetve nem a saját maguk csipcsup ügyeik mentén hoztak volna döntéseket, akkor nem ilyen jelöltekkel lenne szembesítve az amerikai publikum, hanem mondjuk, ne adj Isten, egy Bernie Sanders lehetne a jelölt. Ugye mennyivel szebb világ lenne, ha csak a lehetősége meglenne annak, hogy egy Bernie Sanders üljön az Amerikai Egyesült Államok elnöki székébe. De erre idén sem lesz lehetőség minden bizonyal, Joe Biden valószínűleg nem fog lemondani a pozíciójáról, és ha ez így fog történni, akkor a következő elnöke az Egyesült Államoknak újra, Donald J. Trump lesz. Thank you very much, hölgyeim és uraim, szálljanak a grippenek! Jó széllel! Juice. Szüksége van tiszta levegőre, van h 2 és mindenféle energiát be kell vetni annak érdekében, hogy. Ez volt a válasz, bazd meg. Ez volt a válasz arra, hogy hogyan akarja lassítani a klímakrízist. Ez volt a válasz.